Számos fontos, egy település életét meghatározó döntés születik egy önkormányzati testületben. De ezek közül minden évben kiemelkedik a költségvetés elfogadása, mely kirajzolja a lehetőségeket az adott település egész éve előtt. Bonyhádon a törvény által előírt határidőre nem csak benyújtotta a hivatal, hanem el is fogadta az önkormányzati testület az idei költségvetést. Bonyhád az idén 3,5 milliárd forintos főösszegből gazdálkodhat. A főösszeg, ez pedig egyensúlyban van mind a működés, mind a fejlesztések területén, tehát hiánya nincs a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzatnak. Egy olyan nagyon nehéz, válságos és járványsújtotta időszakban, mint amit most megélünk, mégis arról tudok beszámolni, hogy ebben a költségvetésben egy megközelítőleg 22%-os fejlesztési arány van, ez 750 millió forintot jelent, és ami nagyon fontos még, hogy ez az összeg, ez uniós források nélkül értendő, hiszen az idei esztendőben még nem állnak rendelkezésünkre olyan pályázati lehetőségek, mint amit az elmúlt években volt, ezért külön öröm számomra, hogy az általunk megtakarított forrásokból és kormányzati támogatásokból tudjuk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani az idei esztendőben. A beruházások között van az Ermel-Vojnics kápolna, amelynek felújítása előre haladott állapotban van. Illetőleg az útfelújítási program is, mely 206 millió forintot biztosít a feladat ellátására. Amely már meg is indult a városban a Jokai utca felújításával, és folytatódik a Hoffer-Károly utcában, majd a Vasváripár utcában, a Nádasdi és a Táncsis utca követi a felújítások sorát, és még egy új utcánk megújul az idén, a Fáy András utca, amelyet egy másik forrásból, a belügyminisztérium által elnyert pályázatból tudunk megvalósítani, de aztnak a beszerzési eljárása egy picit más, hiszen a BM pályázathoz jelentős tömegöt is kellett hozzátennünk, mindegy 20 millió forintot, és ennek a beszerzését csak a mostani költségvetés elfogadása után tudjuk megkezdeni. De az idei évben ez is meg fog valósulni. Majosváros részben pedig egy kultúrotthon vár korszerűsítésére. Sajnos egyetlen egy pályázaton sem tudtunk rá forrást szerezni, de annak nagyon örülök, hogy a város saját forrásából ez az idejében megvalósulhat. Egy 80 millió forintos keretösszeget terveztünk erre, és ezt fogadta el a képviselőtestület. Ennek a beszerzése is a holnapi naptól megkezdődhet, hogy minél hamarabb neki tudjunk állni a kivitelezésnek, amit úgy gondolom, hogy a majosi lakosságban nagyon régóta is teljesen jogosan várt el. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy azon túl, hogy ezek a fejlesztések megvalósulnak, egy ilyen különleges helyzetben, mint ahogy az előbb említettem, hiszen világválság közepén vagyunk, Magyarországon is az infláció növekszik, de mégis egy olyan személyi juttatásokban olyan béremelkedéseket és bérfejlesztéseket tudunk megvalósítani, amelynek egy része szintén saját döntés és saját forrásból van. Meg kell különböztetni kormányzati döntés alapján, kormányrendeletek alapján meghatározott bérfejlesztéseket. Ez érinti mind a Varázskapu bölcsőde és óvoda intézmény dolgozóit, a bölcsődei dolgozókat, illetve az óvonői dolgozókat, de érinti például a közművelődési intézmények dolgozóit, akik a garantált bérminimum emelkedésére még 20%-os bérnövekményt kaptak, és vannak olyan saját hatáskörben meghozott béremelési döntéseink, amelyek azokat az intézményi dolgozatot érinti, akik központilag nem részesültek béremelésben. Ilyen például a sportcentrum valamennyi dolgozója, illetve a gazdasági ellátó szervezeté. És meg kell említenem a hivatal dolgozóit, utoljára, de abszolút nem utolsó sorban, hiszen központi béremelésben ők sem részesültek, de a saját források terhére átlagosan egy 10%-os bérnövekedéssel lehet itt is számolni a döntésünk alapján. A fejlesztések mellett jelentős tartalékkal rendelkezik ebben az esztendőben is Bonyhád város. Bízom benne, hogy az év úgy alakul majd, ahogy ezt terveztük. Egy biztonságos, stabil működést kívánunk valamennyi intézményünknek, a hivatalnak és az önkormányzatnak is, és mindazon felújítások mellett bízom abban, hogy ezek a döntések elsősorban ugye Bonyhád város lakosságának az örömére szolgál, mi ezért dolgozunk. Remélem, hogy ezt ők is így értékelik majd.